A Vármegyei Rendőr Főkapitányság arról adott tájékoztatást televíziónknak, miszerint a rendőrségre érkezett bejelentés arról, hogy Körösladányban egy családi házban bántalmaztak egy idős nőt, aki súlyosan megsérült. Az egyedül élő idős nőt éjszaka támadta meg a 29 éves fiatal férfi. A több órás kínzás után az asszony kora reggel tudott megszökni, még volt annyi ereje, hogy a közelben lakó lányához meneküljön, ő hívta a mentőket és a rendőröket. Éjfél körül hátulról ment be, mert anyu zajokat hallott, fel is kapcsolta a villanyt, de azzal ez az állat már be is törte az ajtót, anyura, kitörte az üveget, be tudott menni, és azzal le is tépte anyuról a ruhát, elkezdte erőszakolni és verni. Ez úgy körülbelül 5 óráig tartott. Utána megígértette anyuval, hogy nem mond senkinek semmit. Megfenyegette? Megfenyegette, igen, hogyha elmeri mondani, akkor megöli. Olyat is mondott neki az éjszaka folyamán, hogy amennyiben nem csinálja, amit mond, akkor megkötözi és felgyújtja édesanyámat. Egyszer, ha jól tudom, egyszer akart szökni édesanyám, de nem sikerült neki, a kerítésről leszette vissza, húzta a házba, és újra elkezdte ütni, verni, erőszakolni. Tele van a teste zúzódással, harapással, kettő boldacsont törés van neki, orcsont törése van neki, meg az a rengeteg zúzódás. A lelki részéről ugye nem is beszélve. A rendőrök a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 29 éves férfit előállították a Szeghalmi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették. Ellene szexuális erőszak büntet gyanúja miatt indult büntető eljárás. Azt tudom pontosan, hogy 5 óra 52 perckor hívtam a 112-t, és ott onnan már kaptuk a segítséget, jött a rendőrség, a mentő. Mennyi volt kórházban? Meddig volt? 4 napot. Négy napot, és itthon lábadozik most már. Hogy van? Körülményekhez képest kielégítő az állapota. Nem fél? De, nagyon fél. Nagyon fél. Ki sem mer menne az utcára. Egyelőre nem is fog tudni. Meg egyedül sem hagyjuk. Mindig van valaki vele, aki felügyeli. Az esetet követően a helyiek aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy kitiltsák a bántalmazót és a családját a városból.